Jó napot kívánok! Ez a paradicsom pont kapóra jön. Így. Szedek hozzá egy csöpp bazsalikomot, nem kell sok. Van itt nekem uborkám. Itt van. Jó picik, de hát ennyi az egész. Majd megnő minden. Itt van, klassz kis uborka. Itt van nekem egy kis gyönyörűséges petrezselyem. Ennyi elég is. Egy kis kapor. Szuper. Hoppá, van itt egy gyönyörűséges paprika. Így. És itt van bébi tök. Ez is gyönyörűséges. Na, egy olyan ételt fogok készíteni, ami ez a körethez kell. Egy fantasztikus pirítósra fogom ezeket rátenni, beízesítve nyersen, ez lesz a köret, és egy sajttal töltött szűzérme, amit serpenyőben sütök ugyan, de az grillezni is lehet. Be lesz fűszerezve, nagyon-nagyon finom étel. Jöjjenek, főzzük meg együtt. A grillre érdemes a szűzpecsenyét használni, ugyan én nem grillsütőn mutatom most meg, hanem serpenyőben, de így is nagyon klassz. Nézzék csak! Én vastagabb szeletet vágok, így. Ezt a végét pedig úgy tudom vastagabbá tenni, hogy így fölállítom, és egy kicsit így visszagyűröm, és megütöm. És akkor ezeket is így egy picit megformálom. Lehet klofolóvas, de nem érdemes, mert nagyon puha hús. És vágok rá egy zsebecskét. Azért kell, hogy így álljon a hús, mert így átvágom a rostokat, és omlik az ember szájába. A szűzpecsenye a legnemesebb része a malacnak. Na, ez nagyjából kész van, úgyhogy most egy gyors kézmosás, és itt van ez a darab sajt, ebből töltök bele a zsebbe. Egy kicsi borsos sóval megsül, megszórom. Tulajdonképpen mehet is sülni. Pirítósnak vágok kenyeret. Emlékeznek még, mit szedtem az elején? Azt a pici bébi tököt. De nagy tökből is meg lehet csinálni, vagy cukkiniből. Itt van az a szép paprika is, amit leszedtem. Itt van a két picike uborka. És a paradicsom. Ezeket most mind kis kockára vágom. Vágok hozzá jó sok bazsalikomot. A bazsalikomnak nagyszerű kiegészítője a kapor. De ebből is sokat. Egyébként ne ijedjenek meg, mert citromot fogok rátenni, és a citrom és a bazsalikom és a kapor kioltja egymás ízét. Csak egy fantasztikus saláta ízt fognak érezni. Az új hagymám már átalakult főzőhagymává, úgyhogy abszolút csak a szárát használom. Szórok rá egy kis borsos sót, finom olívóolaja. Ez ilyen egyszerű. Ezt fogom rátenni a pirítósra, ez lesz az ételnek a körete. Ehhez az ételhez egy egyszerű mártás készül, egy kis joghurt, egy kevés majonéz, nem sok, csak az íze miatt, néhány csepp citrom, só borssal, és kapor petrezselyem. Ennyi az egész. Összekeverem. És irány a tűzhely. Bedobom a szűzérméket a forró zsiradékba. Tető alatt a saját gőze segít neki sülni. Megsült a hús, gyönyörűséges. Kiveszem. Még ez a kis kifolyt sajt is szépen megsült. Így.
ebbe a sülőszavba öntök egy kis olívaolajat, és megy bele pirítósnak zsemle, vagy ez most gyökérkenyér. Tehát ilyen pirítós sütőben neki mit a bel akarja. Megfordítom. Szuper. És azt szeretném, hogy fokhagymás pirítós legyen, ezért egy kis fokhagyma granulátumot szórok rá, de csak nagyon kevése, csak így halványan, így. Először egy kis krémsajtot teszek a pirítósra, így. Az olaszok az ilyen jól megpupozott apró pirítós bruschettának hívják. Nagyon szeretem, millióféleképpen lehet elkészíteni, önmagában is nagyon jó, de ezzel a sajttal töltött, roston sütött szűzérmének tökéletes követe. Egyenek mindig jót élvezik az ízeket, kövessenek az Instagramon, iratkozzanak fel a YouTube-ra, a zsebszakácsra, ez az én csatornám, és a Facebookon minden hétvégén új ételt teszünk fel. Viszontlátásra!